A meccsekben már ősszel első fecskeként kezdte meg a munkát egy Vimec 404 T6 gyérítési harveszter, valamint egy hasonló méretű 610-es forwarder, amit a forgalmazó Technitrade Kft. Jóvoltából az Enfa Profi Kft. Próbálhatott ki. Ez a negyedik hét, amióta dolgozunk ezzel a géppel. A meccsekben vagyunk, amúgy egy törzskiválasztó gyérítést csinálunk vele éppen. Ez már nagyon a gépnek a határait feszegeti, úgymond, mert ez egy utolsó törzskiválasztó gyérítés lesz ebben az erdőben. Ahogy az évek óta megfigyelhető az ágazatban, a munkaerőhiány egyre nagyobb problémát jelent, ami a gyérítésekben még hangsúlyozottabban jelentkezik. Ezeket a munkákat azonban nehezen, vagy sok esetben nem is lehet nagyméretű harveszterekkel és forwarderekkel elvégezni. Hozzájuk képest azonban a jelentősen kisebb méretű és teljesítményű Vimec erdészeti gépek egy egész brigádot kiválthatnak. Nincsen olyan ember már, aki egy gyérítést csinál nagy gépből. Nagyon sokfajta típus is van, akik többé-kevésbé azonos vagy hasonló műszaki tartalommal, viszont a kis gépekben lemaradás van. A Vimec 404 T6 Harvester ősszel a számára nehéz terepen is bizonyított, ráadásul a fogyasztása is 5 liter alatt volt üzemóránként. Mindez a minőségi alkatrészeknek, komponenseknek is köszönhető, amelyek nem csak hatékonyabbá, de megbízhatóvá is teszik a gépet. Ami mögöttem az a 404 T6-os, ennél van már egy újabb verzió, az SE. Igazából nagy különbség a kettő között nincsen, elsősorban motorikusan. Tehát most ez 60 lóerős, ami mögöttem van, az újabb, az már 67, ilyen közös nyomócsövő, tehát Command Ray rendszerrel működő motorra, 30 centig képes dönteni, az ideális tartomány az ez alatt van, tehát én azt mondom, hogy azért 10 centi és mondjuk 22-24 között ez az, amit talán a feje legjobban tud kezelni. Erre is ajánljuk, azt mondjuk ennél nagyobbra viszi akkor az ember, akkor ott azért nem fogja tudni azokat a számokat produkálni, amit szeretne, nem biztos, hogy annyira gazdaságos lesz. A fej az egy kettő. A daru, ami rajta van, egy 4,6 méteres kinyúlású Movi 2046-os. Ez is egy svéd gyártmányú, az FTG Force gyártja. Egyébként Caterpillar motor van benne, 2,2 literes, 4 hengeres, ahogy említettem, ugye 60 lóerős. Mindegyik minőségi alkatrészből van összerakva, tehát hogy nem névtelen gyártókkal dolgozik együtt. Úgy gondoljuk, hogy időtálló gépről beszélünk. Nagyon kicsi a géptest, ezáltal nagyon könnyen el tud mozogni bármilyen állományban. Itt nem csak a soros ültetett állományokra, kultúrerdőkre gondolok, hanem akár egy ilyen őshonos fafajokból álló állományra is. A gépet megtanulni, kezelni viszonylag egyszerű volt, egy 3-4 nap alatt az embernek rááll a keze, amennyiben van már harveszteres tapasztalata előtte. A géppel a probléma igazából a terepjárás. Tehát a gép az nem egy csörlő, ugye, nem a meredek oldalakra van tervezve, ott már labilis, kicsi önsúlya rendelkező gép, ugye, borulékony igazából, nem túl biztonságos ott a munkavégzés vele, így a termelékenységet az nagyban befolyásolja. Az 5 tonnás Vimec 610-ese forwarder sok szempontból hasonlít a gyártó harveszterére, ám egyel több szivattyúval és nagyobb vonóerővel rendelkezik. A megbízható Bosch Rexroth hidraulikus sebességváltó, a szintén 2,2 literes Cat motor szintén a hatékony munkát és a megbízhatóságot szavatolja az alig 2 méter széles eszköz esetében. A kabinja azonos, motor azonos, a daruja egy kicsit hosszabb, ott kétfajta daru van, amit most látni fogunk majd. Ez egy 5,2 méteres, szintén FTG Force által gyártott daru. Van ennek egy gémtoldatos verziója is. Koncepció az, hogy azzal a 404-es géppel tudjon elől menni az, aki dönti a fát, és hogy a 610-es vagy a 606-os mögött el tudjon közlekedni, és ne kelljen emiatt több fát kiszedni, és ki tudja hozni az út szélére. A Vimec gyérítési harvesztere és forwardere ősszel tehát jól vizsgázott a magyar erdőkben, és a Technitrade Kft. Részéről nincsen akadálya annak, hogy elterjedjenek hazánkban. Ehhez pedig minden segítséget megadnak, a gépeket előzetes egyeztetés után ki is lehet próbálni. Érdeklődjön a Vimec gyérítési gépekről az alábbi elérhetőségeken a Technitrade Kft.-nél.